A jövőben szeretnénk még több, még jobb, még változatosabb műsorokat készíteni nektek. Ahhoz, hogy ez sikerüljön és alkotói szabadságunkat megőrizzük, szükségünk van a segítségetekre. Ha a reklám nélkül és extra tartalmainkért cserébe úgy döntenél, hogy egy kicsivel is, de beszállsz a finanszírozásunkba, vagy hozzájárulnál karitatív tevékenységünk sikereihez, a videó alatti linkek valamelyikén egy a YouTube-tól független platformon megteheted. Köszönjük! Hát üdvözletem mindenkinek, áldassék a gyümölcs, én Osvágy Zsolt vagyok, ez pedig itt a Showtime YouTube csatorna. Megmondom az igazat, hogy nem így szerettem volna kezdeni ezt a beköszönést, nem ezzel készültem nektek, de hát innen is látszik, hogy az élet írja a legjobb forgatókönyveket, és tulajdonképpen hálás vagyok, hogy ez így történhetett meg. Ugyanis a mai adásban a Hintalovon Alapítvány egyik gyerekpszichológusával fogok beszélni, ugyanis a napokban nagy port kavart az, hogy a gyerekeket hogy mutatjuk be az interneten, hogy használjuk vagy ne használjuk, és hát az igazsághoz hozzátartozik, hogy erről én is azt gondolom, hogy szakértővel érdemes egyeztetni, akárcsak ahogy mondjuk Kajdi Csabi is mondta. Csabi azt vetette fel, hogy anyukák, akik nem tetszésüket fejezték ki, azzal kapcsolatban, hogy vannak olyan influencerek, jobban mondom, konkrétan egy influencer úgy mutatta be a gyerekét az interneten, hogy te szavazhattad meg például az ő napi rutinját, mert mint a kisbaba napi rutinját, vagy hogy kakiszagot imitálva szagolgatták őt és egymásnak adogatták, és Csabi ezt úgy ítélte meg, hogy ezek a híresség anyukák, ők bántalmazták a másik anyukát. És azért nagyon fura, hogy pont Csabi mondja ezt, hiszen azért tudjuk, hogy Csabi nem kis népszerűségre tett szert azzal, hogy másokat kritizál, hozzáteszem egyébként többnyire jogosan. De azért ez elég módszeres és elég sokszor elő szokott nála fordulni, és félreértés ne essék, hát én is nagyon jókat derülök Csabi egyes megnyilvánulásain. És azt gondolom, hogyha pont a Csabi mondja azt, hogy azért, mert mondjuk adott anyukák egy másik hírességet kritizáltak, ez bántalmazás, hova tovább mondjuk zaklatás, vagy esetleg ugye a nagyon divatos szó a cyberbullying, akkor egy nagyon fontos dologról vesszük el a figyelmet. Én ezt tökre értem, persze, hiszen én is sokszor elmondom, hogy figyeljünk oda a környezetünkre, védjük a környezetünket, és hát bevallom, nyilván én is dobtam már el PET palackot életem során. Tehát ilyen szempontból tök simán előfordulhat az emberrel az, hogy amikor valamire fölhívja a figyelmet, akkor hajlamos megfeledkezni arról, hogy ő is ugyanezt csinálja. Viszont, ami nagyon fontos, hogy szerintem, amikor Csabi ezekre fölhívja a figyelmet, az nem bántalmazás. És azt is elmondom nektek, hogy miért. Tehát ez egyszerűen nem bullying, ez nem zaklatás. Tehát az, hogy ő mondjuk olyan dolgokra világít rá, és ne dédelgessünk hiúábrándokat. Tehát független attól, hogy Csabinak vannak nagyon érdekes tartalmai, pontosan tudjuk, hogy a magyar közízlés arra lett formálva, hogy amikor egy balhé van, amikor vélemények ütköztetnek, azért arra sokkal jobban odakattint az ember, az a sokkal jobban egyet tud érteni. Tudod azt, hogy na végre valaki kimondta, ugye megvan ez az attitűd az emberekben. És hát nyilván Csabinak is a fő vonzereje az ebben rejlik. Na de hogy ez miért nem bántalmazás? Tehát az, amikor egy közszereplő egy másik közszereplőnek kritikát fogalmaz meg, véleményt mond, és persze Csabi ezt egyébként nagyon sokszor ízlésesen és nagyon jó humorral és nagyon jó intellektussal teszi ezt, ettől függetlenül ez mondjuk lehet, hogy neki vicces, nekem vicces, nektek vicces, az érintett személynek viszont a sokadik már nem biztos, hogy vicces. De az van, hogy Csabi nem Marika nénit a harmadik emeletről kritizálja, hanem általában olyan több százezres elérésekkel rendelkező influencereket, akiknek igenis hatása van a közvéleményre. Éppen ezért ők közszereplőnek számítanak. A közszereplőnek pedig a magyar jogrendszerben tűrési kötelezettsége van. Na most az, hogy ki minősül közszereplőnek, és ki nem, rendszerint az Alkotmánybíróság egyedileg dönt róla, ha csak ugye nem politikusról van szó, és ha igaz, amit most mondanak, például a legutóbbi esetben a Tibi atya kontra Kulcsár perben, és mondom ezt úgy, hogy én kifejezetten szeretem az Edináékat,
a bíróság úgy határozott, hogy ők nem minősülnek közszereplőnek. Azt gondolom, hogy ebbe az irányba, ha elkezdünk elindulni, az nagyon nagy probléma. Ugyanis de, akinek közel egy milliós elérése van, az bizony közszereplő, kérem. Tehát, hogy én is, még a kis, jóval kisebb eléréseimnek is köszönhetően közszereplőnek minősülök, és bármikor köszörülheti rajtam a nyelvét mondjuk, akár a Pesti TV, vagy az Origo, vagy a 888, és nyilván, ameddig csak a becsületemet nem sértik, és ameddig valótlant nem állítanak rólam, csak véleményt fogalmaznak meg, addig nekem bizony tűrési kötelezettségem van. Azért nem szeretném, hogyha mondjuk két közszereplő vitájából, mondjuk tegyük fel, most itt van a Berki és a Puzsér per, vagy ugye nemrég itt volt a Tóth lányoknak a vitája, hogyha ebben bántalmazás, zaklatást vagy cyberbullyingot kiáltunk ki, akkor nyilván bagatelizáljuk magát ezt a jelenséget. És ezt nem szeretném, hogyha így lenne. Mert hogyha mondjuk adott esetben azok az anyukák, akik fölemelték a szavukat, igen, a Hintalovon és a Telekom égisze alatt, mert mondjuk ez a kampány, ez így valósult meg, hogyha ők fölemelték a szavukat ez ellen, akkor, és hogyha ők emiatt bántalmazók, akkor ez esetben a Csabi is bántalmazó, én is bántalmazó vagyok, a Fókuszcsoport Ádám is bántalmazó, a Potyondi Edina is bántalmazó, a Puzsér is bántalmazó, tehát mindenki olyan bántalmazó, aki esetleg fölhívja a figyelmet bizonyos nagyon káros dolgokra. Értem én, hogy ennek semmiképp nem szabad öncélúnak lenni, és azt gondolom, hogy ez esetben ez nem is volt öncélú. Az van, hogy maga az internetes zaklatás, a cyberbullying, vagy ez az internetes bántalmazás, ez lassan olyan méreteket ölt a hazánkba, hogy egyes felmérések szerint egyébként minden harmadik gyereket érint, és leginkább fiatalokat érint, és nem ritka egyébként, hogy ennek a bántalmazásnak, zaklatásnak öngyilkosság lesz a vége. Csak hogy értsd, hogy mi ez a bántalmazás, hogy mi tud lenni mondjuk egy bántalmazás, tehát az, amikor mondjuk módszeresen az osztályban ti magatoknak kipécéztek valakit, és elkezditek őt folyamatosan az Instán alá kommentelgetni, zaklatni, írtok neki, kiborítjátok. És sajnos nem ritka egyébként valóban, hogy a végén ennek tényleg öngyilkosság lesz a vége. Miért fontos az, hogy ne keverjük össze azt, amikor mondjuk celebritások, hírességek vitatkoznak egymással, kritikát fogalmaznak meg egymással, vagy valóban mondjuk cyberbullying történik az interneten? Hát ezért. Mert ugye a farkas kiált esete. Tehát amikor már valóban valaki azt mondja, hogy szerintem én zaklatás vagy bántalmazás áldozata vagyok, akkor azt fogják mondani, hogy ja persze, mint a Tóth Gabi, meg a Tóth Andi, ja persze, mint a Berki, meg a Puzsér. Ezeket a fogalmakat nem szabad elbagatelizálni. Az elmúlt egy évemet konkrétan azzal töltöttem, hogy folyamatosan képeztem magamat, tanulmányokat olvastam erről, hogy én is tisztában legyek, hogy mik ezek a fogalmak. Én is el tudjam különíteni mondjuk a kritikát, a véleménynyilvánítást a cyberbullyingtól. Fontos, hogy azok az emberek, akikről a kritika szól, ezt az életet maguknak választották, ugye szemben mondjuk legtöbbször a gyerekekkel, és ezeket a fogalmakat nem berkizhetjük össze, nem tótozhatjuk össze. Ezeket a fogalmakat tényleg helyén kell kezelni, úgy, ahogy a Cila sem keverheti össze mondjuk a patkánykodást a gyermekvédelemmel, mert szerintem ez a kettő, ez nem volt ugyanaz. És egyébként tényleg nagyon fontos, pláne mondom, ilyen felelősséggel, hogy az emberek a helyén tudják kezelni. Ami egyébként önmagában nagyon csodálatos tud lenni a Csabiban, hogy meg tudja magát követni. És történt az, hogy miután felvette vele a Tatárcsilla kapcsolatot, és beszélt a Csabival, Csabi tulajdonképpen helyreigazította magát a saját Instagramján, és ő is elmondta, hogy így, hogy most már tud ezekről a dolgokról, meg akár most már ő is látja, ő is érti, és tök szuper. És azon gondolkoztam, hogy gyerekek, ha így működne a világunk, ha így működne az influencer társadalom, nem lenne létjogosultságom tulajdonképpen, nem kéne ezekről a káros dolgokról beszélnem. Sajnos nem így működik, tudnám vállalni azt gondolom ezt az áldozatot, de sajnos nem így működik, viszont tényleg ez egy csodálatos út volt látni, hogy először Csabi mondott valamit, mondott egy véleményt, bizonyos információk hiányában, majd miután felvette az egyik érintettel a kapcsolatot, utána meg tudta magát követni, és tényleg valóban arról, amiről szó volt, föl kell hívni a figyelmet, vagy fölhívta a figyelmet. Aláírom, meg lehet, hogy Csilláék mondjuk nagyobb indulattal közelítették meg ezt a dolgot, mint érintettek, de abban a pillanatban, ahogy ezt megpróbáljuk egy celebháborúnak, egy öncélú celebháborúnak beállítani, abban a pillanatban mondjuk a valós problémára, a gyermekvédelemről elterelődik a figyelem, a Blikk, a Bors, a Riposzt, az akármi az arról fog írni, hogy Julis összeveszett Marissal, az, hogy közben mondjuk a gyerekek napi rutinját szavaztatják meg az interneten, vagy termékeket reklámoznak vele, vagy áruba bocsátják őket, vagy tényleg is. És
független attól, hogy itt bárki szempontjából ítélkezni, hiszen ez egy tanulási folyamat, ahogy ők is mondják, függetlenül attól elterelődik a valós problémáról a figyelem. És többek között ezért is készült ez a videó, hogy ne terelődjön el a valós problémáról a figyelem. Teljesen egyetértek Csabival, erről szakemberrel kell beszélgetni, éppen ezért most fogunk is beszélgetni egy gyermekpszichológussal. Fontos azt elmondani, hogy ez nem minősíteni szeretné bárkinek is a gyermeknevelését, nem megkérdőjelezi bárkinek is mondjuk a szülőségének a mi voltját, hanem pontosan ez egy olyan tanulási folyamat, amit hogy lehet, hogyha megnéz valaki ezt a videót, akkor sokat tanul belőle. Abszolút nem támadó jelleggel kell fellépni, hiszen tényleg nagyon benne vagyunk, nagyon az elején járunk, még sok idő egyébként, mire konkrét, biztos információkat tudunk, ellenben már most is nagyon sok tanulmány született arról, hogy milyen káros hatásai lehetnek annak, hogyha a gyermeket biodíszletként használjuk az interneten. Úgyhogy most tálikata következik. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy részt veszel ebbe a beszélgetésbe. Kettő mondatban gyorsan elmondod, hogy ki is vagy te, mi is vagy te, mi a pontos titulusod, mit csinálsz te a Hintalóvon Alapítványnál? Stálikata vagyok, a Hintalóvon Alapítványnál másfél éve dolgozom, előtte korábban ott önkénteskedtem is, pszichológus vagyok, a Nemecsek programnak vagyok az egyik vezetője, másodsorban pedig iskolapszichológusként dolgozom egy általános iskolában. Ez a Nemecsek program, ez micsoda? A Nemecsek program az az iskolai bántalmazás megelőzéséről, és az esetek, a bántalmazás esetek kezeléséhez nyújt egy gyermekvédelmi irányelvben segítséget az intézményeknek, azoknak az intézményeknek, ahol gyerekekkel foglalkoznak. Most már azért elég sok tanulmány született arról, és elég sok szakértő szólalt meg ebben az ügyben, viszont te vagy itt most velem szemben, és téged szeretnének megkérdezni arról, hogy tulajdonképpen mi is pontosan azzal a baj, hogyha a gyereket lefotózzuk, és ezt kitesszük a közösségi oldalra? Igen, mint ahogy te is mondtad, már nagyon sok mindent tudunk erről, bár ez nem egy olyan régi jelenség, mégis már nagyon sok tudásunk van arról, hogy mi a baj vele. Most nő fel az a generáció, akik most már belenőnek abba, hogy akár a születésük pillanatától, vagy akár már a magzatkorukból is digitális lábnyomot hagynak maguk után, tehát ekkor még nyilvánvalóan a szüleik töltenek fel olyan fotókat, vagy olyan videókat róluk, amik őket ábrázolják, és amiket ők egyelőre nem tudnak, majd körülbelül 10-10, amikor ők is önálló használók lesznek, akkor fognak ezzel szembesülni, hogy milyen felületeken, milyen óriási digitális lábnyom van már róluk. Ez a digitális lábnyom, hogy ez micsoda, ez minden olyan adat, minden olyan fénykép, minden olyan komment, akár egy YouTube videó alatt, ami hozzá kapcsolható ezekhez a gyerekekhez, akiknek természetesen ezekről egyelőre nincs tudomásuk. Sokszor mondják azt a szülők, vagy sokszor találkozunk azzal, hogy megkérdezik ezeket a gyerekeket, akár 4-5 éves korban, persze már ők tudnak arra a kérdésre válaszolni, hogy de hogy kitegyük ezt a közösségi oldalakra, akkor ők azt válaszolják, hogy persze szeretnénk, de azért azt tudjuk, hogy ilyenkor még nincsenek tudatában a gyerekek annak, hogy mire mondanak igent. Ezt a felnőttek felelőssége, annak a tudatosságnak a megléte, hogy mennyire nem biztonságos ma. Hát persze, hiszen ebben a korban ugye a gyereknek abszolút nincsen veszélyérzete, hát ez, hallunk olyat, hogy belenyúl a konnektorba mondjuk, vagy magára rántja a forró vizet, tehát hogy azért valóban a 4-5 éves gyereknek a életét meghatározó döntésben kérdést föltenni, én azt gondolom, hogy az butaság. Viszont most azt mondtad, hogy hát ez a generáció most nő fel, de ha most nő fel ez a generáció, akkor honnan tudjuk már azt, hogy akkor ez biztos, hogy egy rossz dolog? Nagyon sok adatunk még nincs arról, hogy ez mit okoz a gyerekeknek, de néhány adatunk már van, és elsősorban a nemzetközi viszonylatban, hogyha kitekintünk, akkor ott már akár perek is elindulnak, amiket gyerekek a szüleik ellen indítanak azért, mert ők akkor tudatosultak azzal, hogy mennyi minden van már, amihez most már felnőttként, vagy akár később gyerekként nem adják, már nem néz ki olyan jól, már cikinek érzik, már ők iskolai bántalmazás áldozatai akár ezért. Másrészt meg én azt gondolom, hogyha valamiről nem tudom, hogy az jó-e a gyerekemnek, vagy nem jó a gyerekemnek, akkor azt hiszem, hogy inkább azt kell választani, hogy nem teszem meg. Hiszen annak azért nagyon nagy a kockázata, hogy mi van akkor, hogyha mégis kiderül, hogy ez nem jó neki. Mi van akkor, hogyha mégis olyan helyzetekbe kerül, amit ő kellemetlennek érez, hogyha ő ezért rosszul érzi magát, hogyha
akár majd később egy állásinterjún előveszik azokat a fotókat, vagy azokat a videókat, amiket akár őt kiszolgáltatott helyzetben ábrázolták. Nem biztos, hogy ennek ő örülni fog, és hogyha ebben nem vagyunk biztosak, hogy jót okozunk, vagy nem jót okozunk, akkor azt hiszem a felelős magatartás az, hogy ezt nem tesszük meg. Azt hiszem, az is fontos kérdés, hogy ez kinek jó, hogy a gyerekeinket szerepeltetjük, a gyereknek, vagy a szülőnek jó. Erről is már nyilván számtalanszor, akár te is beszélgettél másokkal erről, hogy azért az elsősorban a szülőnek jó, hiszen ő kapja a lájkokat, ő kapja annak a megerősítését, hogy ő akár elég jó szülő, vagy nagyon aranyos a gyereke. Semmi baj nincs azzal, hogy sok képet készítünk a gyerekeinkről, vagy nagyon sok videót készítünk róla, hiszen valóban ezt magunknak meg akarjuk örökíteni. Azzal van a baj, hogyha ezt a nagy nyilvánosság elé tárjuk, hiszen akkor már, ami az internet hálójába került, azt arra már nincs továbbá befolyásunk, az bárki által másolható, letölthető, akár manipulálható, és a legfontosabb, hogy véglegesen nem kitörölhető. Azért az, hogy az internet nem felejt, ez most már egy közhelynek számít. Kata, mondjunk már egy pár konkrét példát, hogy mik lehetnek ezek, hogy itt említetted az állásinterjú. A későbbiekben ez olyan kínos szituációkat szülhet, mert mondjuk én nem haragszom azért, vagy nem, szerintem én nem tudnék haragudni azért, hogyha viszont látnék magamról egy kiskori képet az interneten, ahol nem tudom, bukdácsolok, vagy éppen pelenkáznak. De hogy akkor légy, említsünk már meg pontos ilyen példákat, hogy mi akkor ennek a veszélye, hogy mindenki értse. Az állásinterjúkon inkább azokra gondolok, amikor olyan helyzetekben, mondjuk egy kicsit nagyobb gyereket már olyan családi helyzetekben ábrázolnak, ami mondjuk számára nem komfortos, de hogy a pelenkás videót említed, vagy mondjuk a fürdőruhás videót, vagy a tengerparton szaladgálós videót, vagy fotót említed, azért most már arról nagyon sok tudásunk van, hogy attól kezdve, hogy kikerülnek ezek a fotók a nyilvános, a teljes széles körű nyilvánosság elé, attól kezdve hogyan használják föl ezeket, milyen nagyon gyorsan kerülnek ezek pedofil oldalakra, milyen nagyon gyorsan kerülnek olyan oldalakra, ahol az életben nem adnánk ki ezeket a videóinkat és ezeket a felvételeinket egy teljesen ismeretlen embernek. Hiszen képzeld el azt a helyzetet, hogy sétálsz az utcán, és valaki odajön hozzád, hogy kérek szépen a gyerekedről, mondjuk a 9 éves kislányodról, ha lehet egy félmeztelen fotót, vagy egy félmeztelen videót, miközben ott építi a homokvárat, vagy szaladgál nagyon szépen, lobog a haja a szélben. Hát egy teljesen ismeretlen embernek odaadnánk ezt a videót, amin a mi gyerekünk van, vagy odaadnánk ezt a fotót. Én azt hiszem, hogy a szülőknek a nagy része erre azt válaszolna, hogy nem adná oda, hát ez azért mégiscsak egy nagyon bensőséges pillanatot örökít meg, egy olyat, ami nem tartozik mindenkire. Mégis az online térben valahogy ezt a tudatosságot elveszítjük, és odaadjuk bárkinek, úgyhogy aztán nem tudjuk, hogy azzal mi történik azzal a videóval, és hogyha ebbe belegondolunk, hogy mi történhet, ki az, aki ezt felhasználhatja, akkor azt hiszem, nincsenek jó érzéseink. Tehát itt kanyarodnék vissza arra, hogyha nem tudom kontrollálni, nem tudom, hogy mi történik az én gyerekemnek a videóival, felvételeivel, amin ő van, akkor azt hiszem, hogy az a felelősebb lépés, ha nem teszem meg, nem adom meg ennek a lehetőségét, hogy ártson bárki neki. Még hogyha ilyen közvetett formában is. Értem, igen. Tehát tulajdonképpen, hogyha önmagában a veszély, mint faktor felmerül, akkor jobb inkább azt a döntést nem meghozni, és vagyis azt a döntést inkább meghozni, hogy ezeket ne tegyük nyilvánosságra, jól értem, ugye? Tehát abban a pillanatban, ahogy akár, ha már csak az lehetőség is felmerül annak, hogy árthatunk ezzel a gyerekkel, akkor igazából az egy sokkal könnyebb döntés azt mondani, hogy jó, akkor ezt a képet nem teszem ki, mint az esetleges következményeket később vállalni. Esetleges következmények, ugye beszéltél itt iskolai bántalmazásról, iskolai abuzálásokról. Ez hogy jelenik meg? Ezt egy kicsit próbáljuk meg a laikus nézőinknek elmagyarázni. Tehát, hogy ott van Aranka, aki kiteszi mondjuk a 6 éves vagy 5 éves kislányáról a képet, aztán utána elmegy általános iskolába, és ott mi történik, vagy középiskolában? Hát azt tudjuk azért, hogy van az a kor, amikor a gyerekek nagyon kegyetlenek egymással, és nagyon próbálgatják a saját szárnyaikat, próbálgatják a konfliktus helyzeteket, és próbálgatnak azokban így úgy jelen lenni. Azért az online, amikor valaki online
formában van jelen, és aztán azt is tudjuk, hogy az online bántalmazások, azok az iskolai bántalmazásoknak a sokkal nagyobb része most már. Tehát egy középiskolás korosztályban előforduló iskolai bántalmazásoknak kb. 60%-a már inkább az online térben zajlik. Hogyha ezek a képek, ezek a videók nagyon könnyen elérhetőek, akár ugye időkorlátlanul is, 10 évvel később is bárki számára, akkor ezek nagyon könnyen célponttá válhatnak, hiszen csak egy beszólogatás, trollkodás, a másik megalázása, sértő kommentek akár a képek alatt, akár a 10 évvel ezelőtti feltett képek alatt, pletykálkodás, visszaélés adatokkal, felvételekkel, ezek nagyon a meleg ágyai az online zaklatás és bullyingnak, a közösségi média mindenféle felülete. Szóval nem kell akár óriási dologra gondolni, de egy olyan sérülékeny korba, amikor a gyerekek mondjuk középiskolások vagy kamaszok, akkor az nagyon-nagyon rosszul tud esni, hogy egy olyan dologért kell nekem most rosszul éreznem magam, amiért nem én tehetek. Uh-huh. Csak hogy mondjunk róla egy példát, lehet ilyen, hogy az a csúfolnak valakit, hogy mi van, még mindig beszarsz, vagy anyád még mindig a nappaliban pelenkáz, vagy ilyenek? Tehát ezekre gondolunk? Ilyenekre gondolunk, igen. Uh-huh. Igen. Uh-huh. Nyilván nem lehet eltekinteni attól, hogy jelenleg ugye az influencer társadalomnak hatalmas térhódítása van, és nyilván itt elsősorban az online térre gondolok. Ők mondjuk, hogyha azt mondják, hogy de hát az ő gyerekük majd olyan iskolába fog járni, ahol ez nem fordul elő, mert a többi gyereknek is kint volt az élete az interneten, és hát nyilván nem fogja tudni piszkálni egyik a másikat, mert hogy őt egy olyan burokban készüljük majd nevelni, iskoláztatni, oktatni, hogy ezek a dolgok nem fordulhatnak vele elő. Ebben az esetben akkor mondjuk el lehet tekinteni attól, és akkor mondjuk lehet a gyereket az interneten használni, megosztani? Én azt hiszem, ilyet nem lehet mondani, azt, hogy mi fog történni a gyerekünkkel. Azt, hogy mi mit szeretnénk, hogy történjen majd a gyerekünkkel, azt arról lehet beszélni, és lehet beszélgetni, és persze mindenféle jövőt felvázolhatunk arra nézve, hogy majd milyen iskolába kerül a gyerekünk, ott kivel fog barátkozni, kik lesznek a társai. De mi van akkor, ha a mi gyerekünk pont nem olyan? Ha nem abba az iskolába való, ahova mi szántuk, hanem az a társaság fogja őt érdekelni, amit mi gondoltunk, hogy abban a közegben. Szóval, hogy ez egy veszélyes víz, hogyha ezekre elvezünk, hogy mi nagyon szépen megtervezzük, és ezért már akár fölmentjük magunkat afelől, hogy nem fog ez gondot okozni, hiszen a többiekről is pont ugyanennyi videó, pont ugyanennyi fotó, pont ugyanennyi tartalom fog megjelenni. Ezért, ha erről az oldalról nézzük, akkor ez ilyen szempontból akár egy biztonságos közegnek tekinthető, bár ugye nem tekinthető, hiszen még milyen nagyon, amiről az előbb beszéltem, hogy milyen mély vizei vannak az online térnek, hogy milyen tartalmakat ki, hogyan is használ fel. Szóval, hogy tervezni persze mindent lehet, az, hogy aztán mi fog történni, abba bele kell kalkulálnunk azt, hogy a gyerekünk egy önálló, tőlünk független, és egyre függetlenebbé váló felnőtt lesz, vagy akár nagy gyerek lesz, akinek lehetnek majd saját döntései, és lehet, hogy azt fogja mondani, hogy én nem pont így szeretném, vagy nem így szeretném. Sok esetben még válasz az is, vagy sok esetben még mondjuk indok az is, hogy de hát az én gyerekem, én nevelem, úgy fogom nevelni, ő belecsöppen ebbe, hiszen mi is közszereplők vagyunk, ő is közszereplő lesz, nem fogja zavarni a kamera. Erről te mit gondolsz? Mert hogyha megnézzük arról az oldalról, hát valószínűleg egyébként, hogyha ő tényleg ebben ő bele, és mondjuk itt látjuk, hogy a Győzike Show esetében talán az egyik legdurvább példa arra, hogy ott a gyerekeknek a módszeresen minden mozzanatuk, hisztiük, bemutatása, megmutatása az ott ugye képernyőre került, és esténként több mint 2 millióan nézték ezt a műsort. És hát nem látjuk azt, hogy az Evelyn vagy a Virág beperelte volna az apukáját, nem látjuk azt, hogy ott bármilyen probléma lenne. Lehet akkor ez egy ilyen jó védekező mechanizmus, de hát, hogy az én gyerekem az közszereplő lesz, és nem fog emiatt engem utálni? Az, hogy ezek a gyerekek ebbe a világban nőnek bele, az szinte természetes, hiszen minden gyerek abba a világban nő bele, amit a családja biztosít számára. Tehát van akinek az, hogy a kamera éjjel-nappal forog, vagy nagyon sok képet készítenek róla, valakinek pedig az, hogy mondjuk nem nagyon keveset kapok enni. Tehát, hogy nagyon-nagyon különböző családok vannak, a gyerekek hihetetlen rugalmasan tudnak alkalmazkodni mindenféle helyzethez. Ők ezt veszik valóban, ebben teljesen igazad van, ezt veszik természetesnek, hogy ilyen a világ, akkor mi ebben növünk bele, és ezzel előfordulhat, hogy tényleg nincs is semmi problémájuk. De ne veszíts, vagy ne feledkezzünk el arról, hogy a gyerekek, ahogy nőnek,
azért alakul a saját személyiségük. Természetesen a szüleikhez képest nagyon sokat kapnak, és nagyon sok hatás éri a szüleiktől őket, de azért lesz. Tehát én soha nem feledkeznék meg arról, hogy lehet, hogy a gyerekem egyszer majd azt mondja erre, hogy ez nem. Lehet, hogy ő teljesen más utat fog választani. Tehát, hogy ő is ugyanezt a fajta utat fogja választani, amit én szülőként, erre nem nagyon van biztosíték. Konkrét esetre is elkérdezek, és csak hogy értsen mindenki, nevet nem azért nem mondok, mert hogy nem tudom, nem szeretnék valakit megbántani, hanem pontosan azért, mert a szóban forgó influencer hölgy, én azt gondolom, hogy egyébként nagyon csodálatosan neveli a gyerekét, és egyébként látszik rajtuk a tényleg az a hihetetlen nagy boldogság, a szeretet. Viszont a kiinduló pontja, és most nagyon sok konfliktusnak a kiinduló pontja egy olyan videó volt, illetve egy olyan videós sorozat volt, ahol többek között ugye a gyereknek a napi rutinját szavaztatták meg. Csak hogy a jószándékunk igazolása képpen én felkerestem egyébként ezt az influencer hölgyet, hogy vegyen ő is részt ebben a beszélgetésben, mert nagyon kíváncsi vagyok, szerintem tök sokat tanulhat tőled, de remélem, hogy nézni fogja ezt az adást, és akkor így is lesznek neki benne új infók. Ő viszont azt mondta, hogy ők ezt szeretnék a saját platformjukon kezelni, ezt a dolgot, úgyhogy én ezt tiszteletbe tartom, ezért sem fogom őt nevesíteni. Ennek ellenére mégis, hogyha valaki esetleg tudja, hogy kiről van szó, azt gondolom, hogy ne is ítélkezzünk, meg ne is kezdjünk el gyűlölet hadjáratba, hiszen, ahogy te is mondod, ez még jelenleg egy tanulási folyamat, ahol bár a hibák, egyébként hozzáteszem, minden egyes hiba egy gyerek életét befolyásolhatja, de most még sajnos vagy nem sajnos bele kell, hogy férjen. Mi azzal a probléma, hogyha valaki a gyerekének a napi rutinját, jelen esetben, hogy mit tegyen, hogy milyen ruhát vegyen fel, kifektesse le aludni, ezeket a követőivel szavaztatja meg. Ebben az esetben azt hiszem, hogy a legnagyobb probléma az, hogy nem, hogy hol van a határa annak, hogy mit mondanak a követőim. Én azt a szót is használnám, hogy kiszolgáltatottá válik az egész család, és kiszolgáltatottá válik a gyerek. Hol mondja azt a pontot a szülő, hogy ezt már nem. Persze lehet, hogy ezt megteheti, de akkor mit kezd utána azokkal a követőkkel? Tehát felajánl egy ilyen lehetőséget nekik, hogy most akkor ti irányítjátok az életemet, de nem mondja azt, hogy egy bizonyos pontig. Én sem feltételezem azt, hogy bármilyen durva dolgot kívánnának, de azért az internet, láttunk már sok olyat, amikor durva dolgokat kívánnak gyerekektől, és feltételezem azt, hogy a szülő erre azt mondaná, hogy ezt már nem. De mégiscsak az, hogy mit lehet és mit nem lehet megtenni egy gyerekkel, azért az egy nagyon fontos szempont, hogy a saját magánéletünket ne árusítsuk ki, vagy ne tegyük ennyire közszemlére, és ne legyen befolyásolható mások által, mert mégiscsak egy családról beszélünk, akkor kiszolgáltatom a saját gyerekemet a kommentelőknek. És mikor mondom azt, hogy nem? Tehát az még belefér, hogy a rózsaszín vagy a, nem tudom, a kék ruhát vegye föl, de az már nem fog beleférni, hogyha azt mondja, hogy nem szeretném, hogy te altass, de a kommentelők azt kérik, hogy mégiscsak ő altat, akkor ilyenkor ma hogy fogok viselkedni? A kommentelők elvárásai alapján fogok viselkedni szülőként, vagy a gyermekem érdekeit veszem figyelembe ekkor? Hát ebben a videóban pont ez megtörtént, ugye, mert hogy a kislány jelezte, amikor mondták a követők, hogy téged apa altasson, és ő mondta, hogy nem, 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 de aztán utána apa altatt el, most félreértés ne essék, nem gondolom, hogy ez neki lelki traumát okozott volna, mert szemmel láthatóan nagyon jó a kapcsolata a szüleivel, úgyhogy lehet, hogy ez csak éppen egy aktuális ilyen ellenkezés volt, a nem korszak, tudod, hogy azt mondja mindenre, hogy nem, és akkor ez az volt. Ettől függetlenül mégis az apuka altatta el ebben a videóban, úgyhogy ugye a kislány pedig azt mondta, hogy nem. Úgyhogy, de igen? Én még azt gondolom, hogy még egy fontos szempontot kell kiemelni, hogy amikor forog a kamera, és bármennyire is arról beszéltünk, hogy a gyerekek így nőnek ebbe bele, mégiscsak beszélhetünk arról is, hogy sérül az intimitás, hogy amikor a megosztásnak a túlzott vágya, az elterelheti a szülő és a gyermek figyelmét a jelennek a meglétéről. Tehát amikor az anyuka, vagy az apuka, vagy éppen akiről, bárkiről beszélünk, kitekint a kamerába sokat, tudjuk, hogy ezek sok szponzorált tartalmat is tartalmaznak, ezek az ilyesmi videók, akkor a családi minőségi idejéről abban a pillanatban biztos nem beszélhetünk. Persze nagyon jó lenne, hogyha mindig minőségi időt töltenénk együtt, tudjuk, hogy ez nem mindig valósul meg, de valahogy egy kicsit torz kép alakulhat ki abból, hogy ez a valóság, vagy mi a valóság, már mint a gyerek oldaláról kérdezem, hogyha ilyen nagyon kicsi gyerekről beszélünk esetleg, akkor
akkor anya így viselkedik akkor, amikor forog a kamera, és esetleg másképp viselkedik akkor, amikor nem, akkor hol van az igazság? Szóval egy kicsit az intimitás meg a gyermekek magánélethez való joga, amit úgy gondolom, hogy sérül ezekben az esetekben. Viszont akkor mondjunk már megoldást is erre, hogy szerinted mi lehet. Ugye Csillával is beszélgettem erről, hogy mi az a lélektani határ, de téged, mint szakértőt kérdezlek, hogy szerinted hol van az, milyen formában. Kezdjük az elején, tehát az, hogy mondjuk van egy családi fotó, ami rajta van a gyerekem, ez mondjuk kikerülhet-e az internetre, vagy nagyon cukja, hogy nem tudom, összekente a száját fagyival, lehet, hogy mi arra gondolunk, hogy ez fagyi, de tudjuk, hogy mondjuk egy Kaleta Gábor teljesen másra gondol jelen esetben. Hogy hol van az a határ, te mit tanácsolsz egyáltalán, kéne, nem kéne, és végezetül pedig szerinted jogi formában állást kéne foglalni az országban, és bármilyen törvényes keretek közé szorítani ezt, hiszen hát lassan, hogy 2021-ben is illene utalérni az internetet a minden szempontból, hogy szerinted az megoldás lehet-e, vagy hogy mi lehet a megoldás, mit tanácsolsz influencer szülőknek, mezei szülőknek, bárkinek, aki a gyerekét az Instagramra posztolja, vagy bárhova. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb tanács az, hogy egy pillanatra mielőtt posztolnánk bármit is, álljunk meg és gondolkozzunk el azon, hogy mit szeretnénk ezzel, hogy egyáltalán gondolkozzunk el azzal arról, hogy ezt a nyilvánossággal szeretnénk megosztani, vagy csak a saját baráti körünkkel szeretnénk megosztani olyan körrel, vagy olyan rokonokkal, akiket amúgy személyesen ismerünk, és megbízunk bennük annyira, hogy ők nem fognak visszaélni ezekkel a felvételekkel. Hogyha mégis úgy döntünk, hogy a nyilvánosság előtt szeretnénk megosztani ezeket a felvételeket, akkor pont amiről ez idáig beszélgettünk, azokat a szempontokat gondoljuk át, hogy vajon ezzel a gyerek, ezzel a fotóval, videóval nem lehet-e majd később visszaélni. Nem lehet-e, hogy olyanok kezébe kerül, akik olyan dolgokat, vagy olyan úgy fogják felhasználni ezeket a felvételeket, ahogyan azt én nem szeretném, mert hogy nem fogom tudni már egy idő után, ha kiteszem, kontrollálni azt. Tehát azt hiszem, hogy a gondolkodás és a megállás egy pillanatra az első, amit tanácsolnék, hogy egy kicsit tudatosak legyünk ebben, és ne éljünk abban az illúzióban, hogy át az én fagyizó gyerekemre, vagy az én alvó gyerekemre, az én szoros ismerőseim kívül más úgysem kíváncsi, vagy úgyis mindenki azt fogja mondani, hogy cuki, meg aranyos, és nem fogok kapni negatív kritikákat, de azért azt tudjuk, hogy bármennyire tényleg cuki és aranyos, biztosan minél nagyobb a komment szekció, annál több mindenféle kritikát fogunk kapni erre. Hogyha azt kérdezed, hogy a jogi megoldások felé lehet-e ezt terelni, vagy hol tartunk mi, hát mi még nagyon le vagyunk maradva, azért nemzetközi összehasonlításban ott már vannak jogi formulák, akár a gyerekinfluencereknek a szabályozását nézzük, akár a felnőttek, de gyerekeikkel az online médiában megjelenő gyerekekkel kapcsolatban. Biztos, hogy azért e felé fogunk haladni, tehát valamilyen fajta szabályozás, én azt hiszem, hogy itt is majd bevezetődik, de én nem gondolom, hogy a jogi szabályozások fogják ezt a helyzetet megoldani, hogyha bármilyen jogi szabályozás lesz, hiszen a jog az azért nem a prevenciónak az eszköze, az már mindig, hogyha valami történt, akkor utána általában a következményeket tárja fel, vagy a következményekre reagál, és ebben a tekintetben meg abszolút a prevenciónak lenne helye, a gondolkodásnak, a megállásnak, a minél több információ szerzésének, ezekkel tudnám mondani, hogy ezekre figyeljünk oda. Rendben. Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélni, és hogy elfogadtad a meghívásomat, ismét nagyon sok információt tudhattunk meg, és reméljük, hogy sok mindenkinek a hasznára válik. Köszönöm szépen, és nagyon köszönjük a munkátokat, és csak így tovább sok sikert, és tényleg minden egyéb, majd leteszem ide a leírásba a Hintalovon Alapítványnak az elérhetőségeit. Tényleg nagyon köszönjük nektek, hogy vagytok. Köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget. Szia! Azt gondolom, hogy nem lehet kérdés, és nem lehet elégszer felhívni a figyelmet, hogy ennek a videónak és ezeknek a videónak a célja abszolút nem a hangulatkeltés, vagy a gyűlöletkeltés. Nagyon fontos az, hogy bár te most lehet, hogy vasvilával azt mondod, hogy dehogy miért teszi ki a gyerekét, minden egyes helyzet más, folyamatos, tehát hallod, ez egy tanulási folyamat, ahol még viszonylag keveset tudunk, de inkább a megelőzés és a biztonság mezején maradva azt tanácsolják, hogy inkább ne tegyed ki a gyereket olyan helyzetbe az internetre, amivel esetleg kiszolgáltatott és társai. Tehát arra kérlek, nagyon nyomatékosan, hogy most ne kezdjél el
különböző influencerek képei alá írogatni, mert te ezzel éppen nem értesz egyet, nem ez a célja, és nem jó irányban, nagyon kontraproduktív az, hogyha ebből személyes háborúk keletkeznek, mert tényleg elveszi arról a figyelmet, amiről valóban kéne, és ez pedig a gyerekeknek a védelme. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ez egy újabb kompetens rész volt. Ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljátok, mondjátok el ti is a véleményeteket. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!